Elérkezett az a pillanat, hogy a három megye sikeresen tud egy együttműködést kötni. A Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület, valamint Somogy-Veszprém és Zala megye Polgárőr Szövetségének vezetői gyűltek össze a Keszthelyi József Attila Vitorlás Sport Egyesület kikötőjében. Ott áll a vízi polgárőrök járőrhajója. Bár Somogy megyei a Vízi Polgárőr Egyesület, de a hajóit az Zala megyében tartja. És ugye a tagok is vegyesek, mert Veszprém, Zala, Somogy megyei emberekről beszélünk, és itt szeretnénk emelni a színvonalat, és mind a három megye tudja anyagilag támogatni, hogy egy magasabb szintű munkát végezzünk. A vízi polgárőrség működésében is speciális, mert a Balaton vízfelülete Somogy megyéhez tartozik közigazgatásilag, de a kikötő területe Mára megyékhez. Van benne egy rádió is igazándiból. A polgárőr vezetőknek a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület elnöke Kerekes Péter mutatta be a Quicksilver 500-as hajót, amivel rendszeresen teljesítenek szolgálatot. A három megye polgárőr testületeinek vezetői évek óta szorgalmazták a közös munka megerősítését. A feladathoz és a helyszínhez méltón a hajón írták alá a szerződést. Az idegenforgalom időszakban kiemelt jelentősége van a balatoni vízfelületnek a biztonságának. Ezt egyébként a balatoni vízirendőrkapitányság látja el, de mi aktívan szeretnénk együttműködni, ezért most lehetőséget teremtettünk arra, hogy a Balatoni Vízi Polgár Egyesület ezt az együttműködést a Balaton teljes vízfelületén ki tudja fejteni, és be tudja menni a helyi kikötőkbe is. Az aláírással egyidejűleg megpecsételték a további közös munkát, koordináltan bűnmegelőző tevékenységükkel egységesen hozzájárulnak a megyékben a közbiztonság fenntartásához, közösen segítik a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület működését. Ha mindenképp fontos a Veszprém megyei polgárszövetség részére, hiszen vannak megyén átmúló rendezvényeink is, illetve nagyobb megyei rendezvények, amik olyan létszámot igényelnek, amit nem tudjuk a megyéből kiállítani, ezért nagyon fontos, de fontos emellett a vízi polgárőrséggel történő együttműködés is, mivel a megye jelentős Balatonparti szakasszal rendelkezik, 17 egyesület van a Balatonpartján, több mint 370 taggal, akik ugye ellátják a szolgáltatót, de vízi polgárőr az kevés van. A megállapodás követően a kishajóval tettek a polgárőr szövetségek elnökei egy rövid utat a Balatonon, aminek a védelméért és biztonságáért dolgoznak együtt.